Több európai országban is enyhítenek a korlátozásokon. Ausztriában és Olaszországban egyre több üzlet nyit ki. Spanyolországban pedig a héten 2 millió ember áll ismét munkába. Franciaországban és az Egyesült Királyságban viszont úgy vélik, hogy még nincs itt az ideje az enyhítéseknek. A legnagyobb nyugalomban keltek át a kacsák a fertőtavat megkerülő egyik úton, az elmúlt napokban nem jártak erre autók. Feketeváros több száz éves pincesora előtt sem borozgatott senki, pedig itt korábban ilyenkor sokan szoktak pihenni. Ruszban a háborítatlanul fészkelő gólyák városában is minden elcsendesült. A burgenlandiak nagyon fegyelmezettek, betartják azokat a korlátozásokat, amelyeket a járvány terjedésének megfékezése miatt rendeltek el. Lényegében nincs forgalom az utakon, az emberek otthon maradtak, mondta a tartományi rendőrség szóvivője. Ausztriában tovább csökkent az új fertőzöttek száma, ezért lazítanak a korlátozásokon. Mától kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb üzletek, a barkács áruházak, autószerelő műhelyek, autómosók és a szabadtéri piacok. Azok a boltulajdonosok viszont, akik egyszerre túl sok vevőt engednek az üzlethelyiségekbe, több mint 1 millió forintnak megfelelő pénzbírságra számíthatnak. Május 1-től valamennyi üzlet kinyithat Ausztriában, így a bevásárlóközpontok is. 10 millió védőmaszkot osztottak szét a rendőrök hétfőn Spanyolország legforgalmasabb busz, metro és vasútállomásain. 9 tartományban 2 hét szünet után húsvét hétfőn megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építőiparban és az autógyárakban. Országszerte 2 millióan térnek vissza a munkába ezekben a napokban. A szükségállapottal együtt járó szigorú általános korlátozások továbbra is érvényben maradnak, és a kormány szerint csak 2 hét múlva lehet számítani az első lazításokra. Olaszországban mától több szaküzletet megnyitnak, de május 4-éig meghosszabbította a kormány az összes többi járványügyi intézkedést. Túl korainak tartják még a kijárási korlátozás feloldását, a nem létfontosságú termelés és szolgáltatások újraindítását. Az olasz iskolák szeptemberig zárva maradhatnak, közben ismét 500 fölé nőtt a napi halálos áldozatok száma. Az új fertőzöttek száma pedig továbbra is ingadozik, az utóbbi 24 óra alatt csökkent, de még mindig 1000 fölött van naponta. Franciaországban május 11-éig lesznek érvényben kijárási korlátozások. Ezt jelentette be Emmanuel Macron államfő hétfőn esti televíziós beszédében, miközben az egészségügyi tárca összesítése szerint a járvány áldozatainak száma megközelítette a 15 ezret. Az elnök elismerte, hogy Franciaország nem volt eléggé felkészülve a járványra, amely több hiányosságra is rávilágított. Nem volt elég védőruha, maszk, kesztyű és készfertőtlenítő. A kormány előkészíti, hogy az emberek minél nagyobb számban vissza tudjanak térni a munkahelyükre, hogy ismét elindulhasson a termelés, kinyithassanak a boltok, működjenek a szolgáltatások. A nagyobb tömegeket vonzó helyek, így az éttermek, bárok, mozik, színházak, koncerttermek, múzeumok továbbra is zárva maradnak, fogalmazott az elnök. Az államfő hozzátette, a bölcsödék, az általános iskolák és a középiskolák fokozatosan újra nyitnak május 11-én, de az egyetemek zárva maradnak. A felsőoktatásban nem lesznek már az idei tanévben órák. Emmanuel Macron kiemelte, hogy Franciaország határai egyelőre meghatározatlan időre zárva maradnak az Európán kívüliek számára. A brit kormány szerint még a tetőzés szakaszában van a koronavírus járvány, ezért egyelőre várni kell a korlátozások enyhítésével. A járványnak a mostani szakaszában nem változtatunk a korlátozásokon, és ezt addig nem is tesszük meg, amíg nem leszünk biztosak abban, hogy ennek eljött az ideje, és hogy semmilyen kockázata nem lesz a lazításnak, fogalmazott a koronavírus fertőzésből lábadozó brit miniszterelnök helyettese. A londoni kormány azt is megerősítette, hogy országszerte 2000 idős otthonban fertőzöttek meg a bentlakók. Emellett kiderült az is, hogy a folyamatosan közzétett brit halálozási adatokba nem kerültek be azok, akik idősek otthonában vesztették életüket. A statisztikában csak is a kórházakban elhunytak számát közölték.